Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Boros Imre közgazdász. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy jó napot kívánok. Képzelj, komoly rajongó tábora van már itt nálunk az Ultrahang csatornáján, és több kommentelő is írta, hogy mindenképp kérdezzem meg öntől, ha legközelebb beszélünk, hogy most akkor lesz államcsőd, vagy nem lesz államcsőd. Úgyhogy ezzel kezdenénk. Ön szerint lesz államcsőd? Hát gyakorlatilag Magyarország egy olyan ország, amely már nagyon régóta, amióta önálló, ugye hát az első világháborúig közös monarchiában voltunk, akkor se volt államcsőd. Aztán ugye volt egy világháború, és utána voltak mindenféle események, pénzügyi rendezetlenség, akkor államháztartása volt egy ideig, nem úgy államcsőd. Aztán a Horthy rendszerben se volt államcsőd, a kommunista rendszerben se volt, közel voltunk hozzá. Például 1981-82-ben egy hajszál mentett el, hogy nem következett be, és azóta se, viszont egyes, hát nem tudom milyen beállítottságú, de hazafinak mindenképpen nem nevezhető elemek adott esetben politikai célzattal, vagy politikai haszonszerzéssel ezt harsogják. Hát hogyan lehet államcsődről beszélni, amikor a Nemzeti Bank tartalékaiban közel 40 milliárd eurónyi deviza hever, csak összehasonlításként mondom, 1981-82-ben én a Magyar Nemzeti Bank devizakereskedelmét vezettem, és akkor az állam adósságát teljes mértékben deviza képezte, és akkor a tartalék nulla szinten állt, sőt, volt olyan nap, amikor a deviza tartalék szintünk mínusz 400 millió dolláron állt, ami azt jelentette, hogy bizonyos tételeket azért fizetgett, tett az ország, másokat nem. Nem lehetett ránk enni, hogy csődbe vagyunk, aztán utána jött egy különféle menet, aminek ugye a vége az IMF csatlakozás lett. Szóval ennyit az államcsőd riogatásról, ennek a valószínűsége pici. Ami azonban érdekes, és ezt azért jobb, ha tudjuk, hogy a háborús helyzet azért komoly nehézségeket hozott Magyarország részére, és össze kell szedni magunkat az ügyben, hogy a további nagyon nagy mértékű eladósodást elkerüljük. Hát ez az, ami ugye a kormányzatnak most egy speciális feladat. Hát ennek aztán van egy csomó politikai vetülete, emiatt a lépések miatt, nem direkt ez emiatt, hanem ahogy és akivel csinálja a kormány a nyúzásokat, amiatt megkapja a kritikát, mondjam, csőstől. Vannak, akik úgy értelmezik, hogy a legfőbb probléma az, hogy nem tudjuk ugye pontosan, hogy mi van a magyar-orosz gáz szerződésekben, de feltételezik, hogy euróban kell ezeket fizetni, és mivel nem jönnek az Európai Uniós források, ezért kevesebb Magyarországnak az eurós devizatartaléka, bár ön pont most mondta el, hogy azért nem állunk ebből a szempontból rosszul, és elvileg a magyar kormány ezért aggódik, hogy vajon mi lesz, ha nem tudjuk euróban kifizetni a gázt, hogy mi történik velünk. Ezzel kapcsolatban hogy látja a helyzetet? Hát ez megint olyan, hogy mondjam, kijelentés sorozat, ami azoknak az embereknek szól, akik ilyen kérdésekben abszolút laikusak. Ha még nem is lenne a kormányzatnak, mert a Nemzeti Bank is a kormányzatot képviseli, végül is az állami tulajdonban van, nem lenne éppen a tartalékainak a nagy része euróban tartva, ugye egy jelentős része aranyban van, akkor ezen, hogy mondjam, nem is tudok, ezen nevetni kell. De ha nem lenne, mert minden más devizába tartaná, dollárba, svájci frankba, akármibe, hát egy másodperc alatt át lehet váltani ugye a piacon, hiszen konvertiblisek ezek a pénzek. Tehát én nem is tudom, ez milyen néprétegnek szól ez a kommunikáció, akik mondjuk a gazdasági ügyek tisztánlátásával
az elemi szintetse érik el. Hát nem tudom, csak így tovább, akik ezt terjesztik. És akkor a forinthoz, meg a gazdasági válság hűvös szeléhez az utolsó kérdés, hogy ezzel párhuzamosan azt tényleg látjuk, hogy a forint folyamatosan gyengül, a Magyar Nemzeti Bank vagy a jegybank, mintha ezt el is engedte volna ezt a kérdést azzal, hogy nem emeli az alapkamatot. Ezek mennyire aggasztó jelek, és hát ugye ön azért már sok mindent látott, volt-e már olyan, amikor ennyire gyenge volt a forint? Hát kérem szépen, nem örömteli természetes, hogy a forint gyengül a devizapiacokon, dollárral szemben is, és az euróval szemben is, meg a svájci frankkal szemben is. Ugyanakkor azonban ez egy része egy nemzetközi körképnek, szenáriónak. Háború esetén az hát nagyjából mindig az a helyzet évszázadok óta, hogy ahol a háború vagy annak a közeléből menekül a pénz, különösen a forró pénz, mert ugye a devizapiacok ma szabadok lehet az országba kibe vinni a devizát korlátozások nélkül. A forró pénz, ami abszolút spekulatív jellegű, Magyarországon is van bőven belőle, hála annak, hogy a 8 éves kurzus az 51%-ról ismét 85 körülére fölvitte az adósságot, amit aztán egy kicsit lejjebb küzdöttünk, de egy csomó forró pénzből áramlott. Ezek elillannak. De hogyha körbenézünk, hát ugye Anglia nagy ország, Nagy-Britannia, Egyesült Királyság. Hát tessék nézni a font és a dollár viszonyát. Hát a font még az életben nem volt ilyen gyenge a dollárhoz képest. Onnét is megy ki a pénz. Menedéket keres ilyenkor a pénz. És hát ugye egyik menedék az már évszázadok óta a Svájc. A svájci frank, hát amikor én a piacon voltam, az már jó régen volt, akkor egy dollár olyan 2,40 frank szokott lenni, most viszont a svájci frank drágább, mint a dollár, rengeteg pénz menekült oda be, most is menekül. 78-ban azt tapasztaltuk, hogy annyi pénz vonult be Svájcba, hogy úgy megerősítették a svájci frankot, hogy a svájci központi bank szabadulni akart, és mínusz 2-3%-kal lehetett egy éves svájci frank hitelt felvenni, csak hogy menjen a pénz az országból kifele, mert tönkretette a svájci ipart és a svájci idegenforgalmat. Nagyon drága lett az ország és a termékei. A másik menekülő hely az természetesen az Egyesült Államok, mert először is a háború zónától nagyon messze van, és hatalmas a pénz és tőkepiaca, ott elfér a pénz. Nézzünk végig a pénzeken, a forint nem nagyon lóg ki ebből a sorból, mindegyik, ugye, hogy mondjam, árfolyamvesztésben van, dollárral szemben, svájci frankkal szemben, és hát gyakorlatilag a legtöbb helyről azért mentek el pénzek. Úgyhogy ezt ilyen kontextusban érdemes nézni. Ha valaki felettébb a népet akarja ijesztegetni, akkor csak a forintról beszél. Nagyon káros, miért nem emeli a Nemzeti Bank tovább a kamatot? Hát azért, mert az egy drága védekezés, nagyon drága. Ha kamatot emelem, akkor az egész adósság állományoknak a kamat terhe az növekedni fog, és hát jelentős még mindig a külföldi finanszírozás, és az itt kitermelt magasabb kamatokat viszik ki az országból. Ezért nem emel a Nemzeti Bank tovább. Muszáj még egy utolsót kérdeznem, tényleg utolsó ehhez, hogy most mi lesz majd, ha egyszer véget ér a háború, az visszamegy, tehát megerősödik a forint, és újra 400 alatt lesz az euró, vagy ahogy az szokott lenni, hogy például mesélik nekem, hogy 30-40 évvel ezelőtt 120 ezer forintért lehet olyan lakást venni, ami most 50 millió forint, hogy már örökké így marad a pénzünk, csak majd hozzáigazítják a béreket és egyebeket is. Hát gyakorlatilag a kettő között lett az igazság, nyilvánvalóan a háború, ha befejeződik, mert azért az egész egy háborús infláció és egy háborús hiánygazdaság keletkezett, a hiány pedig áremelkedéseket okoz, megy vissza a forint is, ugyanakkor azonban természetesen mindig, és ez nem csak Magyarországon van így, a pénz értékéhez azért a fizetéseket is hozzá igazítják, különböző mértékekben a gazdaság teljesítménye jó vagy jobb, vagy átlagon felüli, akkor gyorsabban és olyan módon, hogy a reál értéket a kereset meg tudja őrizni, esetleg növekszik, ahol gyengébben muzsikál a gazdaság, ott meg bizony a bérek és a
bérjellegű, nyugdíj, stb., azok reálértékben lemaradnak. Hát ezt is tapasztaltuk a történelemben számtalan esetben. Meg kell nézni mondjuk a szocialista, szabaddemokrata kormányzatokat, ott az volt a helyzet, hogy amikor ilyen visszapattanás volt, akkor mindig a bérből, fizetésből értük, és a nyugdíjasok vesztettek. Hát eddig ugye a polgári kormányzatnál, meg hát általában az fordítottja szokott bekövetkezni, úgyhogy én ebbe reménykedem, hogy most is így lesz. Na menjünk tovább. Nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy mi történt az északi áramlat körül, és amit ugye egyelőre az északi áramlat balesetének mondanak, de nyilvánvalóan támadás érte, hiszen ilyen balesetek nehezen történnek. Rávilágítanak arra a dilemmára, amit már láttunk az orosz-ukrán háború hadszínterén más helyzetben, például Zaporizsjánál is, hogy történnek rejtélyes dolgok, és mind a két fél a másikra mutogat, és itt merül fel, hogy ilyenkor akár veszélyesebb, rejtélyes dolgok is történhetnek-e, illetve, hogy vajon kinek áll érdekében például az északi áramlat vezeték támadása, és ezeknek mik lehetnek a következményei? Hát az a helyzet, hogy ez a kérdéskör rendkívül bonyolult, ugye. Na most vegyük először azt, hogy hát mit tudunk? Hát ugye a sajtó, már legalábbis egy része széles körbe forgatja azt az amerikai elnök nyilatkozatát, az még a háború kitörés előtt volt, hogyha netán Oroszország csapatai és tankjai átlépik az ukrán határt, akkor majd nekünk megvannak az eszközeink, hogy a gázvezetéket megsemmisítsük. Hát én azt hiszem, ennél nyilvánvaló beszéd nem kell, csak azóta hónapok teltek el, ugye? Na most kinek az érdeke? Hát nyilvánvaló, hogy ez nem az oroszok érdeke, hiszen az oroszok az európai energiaszállításoknak az élharcosai voltak, nyersolajba, de főként földgázba, de szénbe is, ugye? És onnét szednek pénzt. Ha nem tudnak onnét szedni elég pénzt, akkor ugye a világ más tájára kell áthangolni a eladásaikat, ami persze beruházásokba ebbe jár, meg is teszik ezt, mert hát a szankciók erre szorítják őket. Másrészt viszont ugye az árak nagyon megemelkedtek, így kevesebb eladott áruból is ugyanazt a pénzt, vagy még sokkal többet megszerzik. Tehát az oroszoknak nem érdeke, plusz a saját vagyonukról van szó. Hát több 10 milliárd a két vezetékben, jóval 10 milliárd dolláron felül kellett befetszolni, hogy azok odaérjenek, és ugye körülbelül 110 milliárd köbméter éves kapacitással rendelkezik, csak hazánkhoz hasonlítva mi körülbelül maximum 10 milliárdot fogyasztunk egy évbe, tehát tízszerese a magyar fogyasztásnak, tehát az az egyes számú és legjelentősebb gázvezeték rendszer, ami Oroszországból Európába belép. Na most Amerika viszont már ugye Trump se nagyon szerette volna a kettest engedélyezni, de valahogy még Angela Merkel ezt átverte, ugye? De aztán a demokrata kormányzat az meg kifejezetten utálja, mert az amerikai olyan nagyon nagy mennyiségben felfedezett repesztéses technológiával előállított gázt, az cseppfolyósítanák, és hát átpöfögne ide. Az nem érdekli őket különösebben, hogy nincs ehhez elegendő technológia, tehát gyakorlatilag hiányzik mondjuk egy számot, 60-80-100 milliárd köbméter Európában, és ők maximum 10-et tudnak szállítani. Ők se kavics. Hát a lényeg az, hogy fölmegy az ár, a nagyon magas áron ők profitábilisan tudnak gazdálkodni. De menjünk távolabb. Tulajdonképpen az a törekvés, hogy Oroszország és Európa, elsősorban Oroszország és Németország széles körű gazdasági együttműködését megakadályozzák, annak legalább 100 éves története van Amerikában. Már az első világháború is jó részt arról szólt, ugye? Gondoljunk arra, hogy a Szentszövetségben még Oroszország, Németország oldalán állt, majd átfordították a másik oldalra, de abban a szent pillanatban, hogy a háború befejeződött, az első világháború, az oroszok meg a németek azonnal kezdték az együttműködés
fölépítését. A rappolói szerződés például erről szól. És ez megislődő jelleggel mindig így volt, mert a náci német, sőt, a Weimári Németország is, és a náci Németország is szorosan gazdaságilag együttműködött Oroszország. Az más kérdés, hogy a németek időnként úgy gondolták, hogy az együttműködés az legyen már olyan, hogy ők dominálják. Magyarán szólva az oroszokat katonailag le akarták gyűrni. Hát ez nem sikerült. Na most a második világháború után volt egy kis pauza, majd a szociáldemokraták ismét elővették a dolgot, az úgynevezett Ostpolitik keretében Brandt és Schmidt, először ugye Lengyelországgal békültek össze, majd természetesen a volt Szovjetunió, sorolhatnám. Ugyanerről a játékról van szó. Tudnélek, ha ez létrejönne, tehát gyakorlatilag mondjuk azt az Uralig, hát tulajdonképpen nem Uralig, hanem Szibéria végtelen gázmezőig kiterjedne ez az együttműködés Európa és Oroszország között, akkor Amerika, mint gazdasági nagyhatalom szépen visszaszelidülne egy ilyen kis, hogy mondjam, nagyon kedélyes rezervátummá. Hát ugyanerről van szó, Amerika ennek megfelelően, illetve pontosabban az Amerika fölött is bábáskodó nemzetközi magánpénzbirodalom, az gyakorlatilag ugye kiépítette a hadállásait, amit úgy hívnak most már, hogy Európai Unió, teljes mértékben megszállta a parlamentet, jó részt megszállta a bizottságot is, egyik-másik nemzetállam kormányát is, és ez a harc, hát azt mondani szokták, még nem a végső, most bizonyos fordulatok állnak be, mert éppen ezt jelzi a konzervatív fordulat 1-2-3 ország, most legutóbb ugye Bulgáriában, előtte Svédországban, aztán Olaszországban, hogy ennek az egész ügynek vannak nagyon komoly ellenzői is, és ezek pedig a nemzetek egymással való együttműködését forgalmazzák. Ebbe beleértendő az is, hogy Oroszország a békés és mindkét fél részére hasznos együttműködésre vágynak. Hogy aztán ebből mi lesz, azt hiszem sem ön, sem én nem tudom ebbe a pillanatban exakt pontossággal megmondani. Igen, azt egyelőre nehéz, viszont a tendenciák érdekesek, és a napokban lezajlott bolgár választásokat hoznám most ide, hogy ugye ott korábban is voltak egy választások, amikor a miniszterelnök jelöltet egyenesen Amerikából vitték oda, lévén, hogy otthon nehezen találtak olyat, aki ezeknek a követelményeknek meg tudna felelni, ugye őt megszavazták az állampolgárok, és akkor mindenki azt hitte, hogy na, a nyugat átvette az irányítást Bulgáriában, ez egyébként az orosz-ukrán háború kitörésének környékén volt, és láttuk, hogy azonnal mondták, hogy akkor Bulgária fegyvert szállít, Bulgária mindenben támogatja az ukránokat, és hogy az nagyon érdekes, hogy most viszont ismét egy konzervatív fordulat állt be, bár ugye meg kell nézni majd, hogy mennyire fog tudni a jobboldali győztes kormányt alakítani, kormányozni, de hogy mégiscsak azt látjuk, hogy egy ilyen tendencia van, hogy úgy tűnik, mintha a nyugati hatású ilyen jellegű történetek nem tudnák tartani a híd főállásaikat, és ugye ott van Olaszország, ahol az egyik legerősebb emberük Mario Draghi vezette az országot, és hát az sem sikerült túl jól. Hát gyakorlatilag eredményeket kéne felmutatni. Ugye nagyon nagyszerűek ők a kommunikációban. Azt lehet mondani, hogy a nemzetközi magánpénzbirodalom által vezényelt kommunikációs gépezet, média, az hát a nyugati világban még, hát azt mondanám, egy 95%-os fölénnyel bír. Ez persze nem minden országban van így, nálunk például már csak egy olyan 60%, de 40%, úgymond nemzeti érdekű patrióta média van. Hát kérem szépen, ugye az embereknek el kell mondani, hogy mi a helyzet, ha valamit csak azt hallják, elhiszik. Hát a bulgárok is elhitték, aztán hát ugye ők azt mondták, hogy hát ők nem hajlandók rubelba fizetni a gázért, meg így, meg úgy. Hát aztán most az egész visszafordult, mert a helyzet
az nagyon drámaivá vált. De hát ez, jól mondja, Olaszország az egyik legrutinusabb ember, Draghi vezette, aki egyébként olasz jegybankelnök volt, európai központi bankelnök, aztán tényleg tudja, hogy miről szól a nemzetközi magánpénzbirodalom, és hogy annak az érdekeit hogyan kell kiszolgálni. Egy spéci feladatot kapott, amit végül nem tudott megoldani, hogy Olaszországban nehogy bedőljön a 3000 milliárd dolláros olasz államadósság, mert akkor a nemzetközi magánpénzbirodalom is nagy bajban van. Úgy oldja meg a feladatot, hogy közben az olasz nemzeti érdek mentén is haladhat azért. Ez volt felhatalmazás, ebbe is belebukott. Egyébként van olyan opció, amikor jó a nemzetközi magánpénzbirodalomnak is, és a nemzeti érdeket is kiszolgálja? Tehát vannak ilyen kompromisszumos helyzetek? Elviekben van, gyakorlatban azonban ritkán szokott ez összejönni, mert a magánpénzbirodalom azért a mohóság dolgában nem megy a szomszédba. Tehát ahova ráteszi a kezét. És ugye mostában tényleg az előbb említette szerkesztő úr, gyakori az, hogy hát kifejezetten amerikai, hogy mondjam, ügynököket ültetnek ide, oda, amoda. Német kormányban is van egy-kettő. Hát például a vagy a külügyminisztériumban és a környezetvédelmi minisztériumban is államtitkári szinten gyorsított német állampolgári eljárásra tettek be embereket. Ez a Petkov nevű volt bulgár miniszternek, ez kifejezetten CIA és tanonc volt, és sorolhatnám. Hát Magyarországon is ugye a Márki-Zay Péter-féle brigád, hát most már a napnál világosabb, hogy milyen célokat szolgált, és hogy kik finanszírozták. Na most nem kell föltétlenül az amerikai államnak ebbe lépnie. Elegendő, ha az ilyen kiáró emberek, mint a Soros, aki ugye kap abszolút biztos üzleti tanácsokat, idézőjelben, mert benfentes információknak nevezném ezeket, azon rengeteg pénzt keres, valamennyit megtarthat magának, a többit pedig, hogy úgy mondjam, nemes, idézőjelben célokra kell fordítani, és akkor föl lehet őt építeni, mint emberbarát, altruistát, egyéb akármit, mindaddig, amíg ugye le nem lepleződik. Hát nálunk tökéletesen bekövetkezett ez, már egy csomó más országban is, de egy csomó helyen még tartja magát. Itt hoznám vissza Németországot, ahol azért láttuk, hogy a lakosság fogalmazott meg aggályokat többek között azzal kapcsolatban, hogy a szankciók miatt lesz-e télen fűtés, és voltak is tüntetések. Igaz, ez mondjuk nem akkora tömegben történt, mint Csehországban. De elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy azért is léptek valakik az északi áramlat kapcsán, hogy ha esetleg a német társadalom azt mondja, hogy nem, ez így nem jó, ebből elég, akkor se legyen olyan helyzet, hogy a gáz meg tud érkezni, vagy hogy a németek és az oroszok legalább a háttérben ki tudjanak egyezni egymással. Hát természetesen van egy ilyen lehetőség, illetve egy ilyen vágyakozás, csak a fene tudja, hogy összejön. Na most, ami Németországot illeti, igazándiból Németország, egy 84-85 milliós ország, valójában azonban a szétszórtabbak a városait. Tehát egyedül Berlin van egy olyan 4 milliós, ugye? München, meg Hamburg egy olyan millió körüli, kicsit millióval több, a többi meg olyan, hát millió alattiak. De én nézem ezt a térképet, hát rengeteg városban, főként a volt NDK területén, de most már Stuttgartban is, ugye Baden-Württemberg fővárosában elég napiak a tüntetések, most még viszonylag békések, de hát még most, hát ez elég jó az időjárás, tehát várjuk ki a végét. Meg a németek érdekes módon szoktak viselkedni, mert gondolja el, az első világháború után, 18-ban fejeződött be, iszonyú háborús kártérítés zúdítottak rá, nem tudták fizetni, nyomorba voltak, stb. És a robbanás egészen 1933-ig váratott magára, ugye az 20-15 évig tűrögettek a némek, aztán meg túllőttek a célon. Hát nehogy már megint ez bekövetkezzen, parlamentben meg ezt már lehet ám látni. Igazándiból a helyzetet felismerő és józan mondatokat mondó emberek egészen véletlenül a szélsőségekről vannak. Alice Weidel az AfD-ből, és Wagenknecht asszony pedig elvileg a linkéből van, de már onnét ő megy kifele, ők mondják a, hát ahogy mondjam, a helyzet
értékelő szövegeket, a közép meg hallgat, néz jobbra-balra, beérve Merzet is, aki a CDU-ba azt várták tőle, hogy majd megújítja a pártot, és új reneszánsza lesz a konzervativizmusnak. Na hát most már kiderült, hogy a Merz is honnét jött, hát a BlackRocknak volt a vezére Németországban az utolsó 7 évben. Nem lehet csodálkozni. Viszont pont ezért érdekes, mert Németországban is ez részben ugye Angela Merkel történelmi örökség, és a nagy koalíció történelmi öröksége, hogy már nem nagyon beszélhetünk jobb oldalról, meg bal oldalról, meg konzervatívokról, meg nem tudom én, szociáldemokratákról, vagy kommunistákról, hanem mintha egy massza lenne az egész. Az AfD-re meg azt mondják, hogy kicsi, gyenge, most tartottak náluk házkutatást ráadásul. Tehát, hogy például Németországban valósulhat meg egyáltalán konzervatív fordulat? Hát ugye a jövőben nagyon nehéz kristálygömböt megnézni, aztán meglátni, hogy mi a helyzet. Mondom, Németországban a múlt század 20-as, 30-as évei is azért sok tanulsággal szolgáltak. Ugye ott is a két szélsőség, a nácik meg a Ernst Thälmann által vezetett kommunisták hosszú ideig szélső bal, aztán végül is a szélső jobbnak nevezett brigád jutott hatalomra, az a szélső balt is elintézte, tehát ilyen történelmi mintázat Németországban már volt. Na most, hogy itt a konzervatív volt konzervatív csapaton, amit mondjuk CDU-CSU-nak lehetett annak idején nevezni, utoljára talán még Kohl esetén volt erre példa. Hát nem tudom, ott gyakorlatilag pillanatilag nem látok olyan, hogy mondjam, egyéniségeket, aki erre képes lenne, már pedig az nem úgy magától megy, ott valakinek az élére kell állni. Németországban erre egyelőre nincs példa, bár mit hoz majd a jövő, például hát a gáz nem lesz rendesen, csak egy példát mondok, a BASF, amelyik ugye a legnagyobb vegyipari koncern Európában, sok minden vegyi alapanyagot, műtrágyát, minden gyárt, évente 3,5 milliárd köbméter orosz gázon üzemel. Nos, ha a BASF-nek csak részlegesen le kell állni, vagy le kell állni, hát abból óriási riadalom lesz, nem csak Németországban, egyéb helyen. Tehát itt még sok minden van előttünk, nagyon nehéz itt ebbe a zavaros ügybe jósolgatni. Egyelőre a német politikai térképen nem látok olyan foltot, amihez hozzá lehetne csatolni a kibontakozást. Hát igen. És akkor végül a V4 országokról kérdezném még, mert szerintem ez is nagyon érdekes. Ugye látjuk azt, hogy Csehországban nagyon nagy az elégedetlenség. Látjuk igen. Azt, hogy Szlovákiában népszavazást tartanak arról, hogy legyenek-e előrehozott választások, vagy hogy menjen a kormány. Ott van Lengyelország, amiről azért azt lehet mondani, hogy az egy konzervatív vezetés, viszont ott meg az oroszok iránti ellenszenv azért elég rendesen meghatározza a napi politikát, de egy csomó kérdésben, például az Európai Uniós forrás sok kérdésében azért mégiscsak Magyarország szövetségesei. És itt van ugye Magyarország, ahol azért elmondhatjuk, hogy egy konzervatív kormány vezeti ezt az országot, illetve hogy talán az orosz-ukrán háború esetén is a józanság az, ami még a többi országhoz képest egészen dominál. Hogy látja a V4-eknek a helyzetét, és lehet-e, tudom, hogy a Jósgömb itt is nehezen működik, de lehet-e fordulat Csehországban és Szlovákiában? Hát érlelődik, bár mondjuk most a cseh részleges választás volt ugye a szenátusba, és megtartotta a többségét a kormánypárt, viszont hát ebből még nem lehet semmi következtetés levonni. Az biztos, hogy a cseheknél és a szlovákoknál is mind a kettő azért elég erősen letette a voksot az orosz ellenesség és a, hogy mondjam, a USA vezérelte dolgok mellett, ugye fegyvereket küldtek, stb. A lengyelekről nem is beszélve. Egy azonban biztos, főként a magyar-lengyel viszonylatban, persze az orosz ügyet másként látjuk, de ők megértenek minket, mármint a lengyelek, mi meg megértjük őket ebbe az ügybe. Ez nem zárja ki azt, hogy Európai Uniós ügyekben változatlanul egy hangon működjünk, a lengyelekkel elsősorban, de a csehekkel és a szlovákokkal is, mert mit ne mondjak, Szlovákiában éppenséggel a baloldali Fico
az, aki kitűnő politikának nevezi azt, amit Orbán folytat. Tehát itt megint előjön az, hogy ne beszéljünk már itt jobb meg bal oldalakról. Itt két fajta, itt a választóvonal, a globalistákhoz húzó politikai erők, és az ország érdekeit támogató, hogy mondjam, hogy patrióta erők között húzódik. Ez nem jobb vagy bal oldal, az már rég megszűnt. Rég megszűnt, és a politikai kommunikáció váltatlan erő szól, akkor csak megvezet a népet. Tehát itt is azért most már a kommunikáció változik nálunk, ugye dollár baloldalról beszélnek, ez már így jobban hangzik, de inkább azt lehetne mondani, hogy a globalisták. Fogunk még erről bizonyára sokat beszélni. Boros Imre, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Kérem szépen.